Szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Ez itt a csendes percek. Az az adventi ige, amivel ma szól hozzánk az Úr, írva található a 37. Zsoltárban, annak a 23. és 24. verseiben. Hallgassuk meg szeretettel. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki ha elesik, nem marad elesve, mert az Úr kézen fogja. Drága testvérek, vannak emberek, kiknek útjait az Úr irányítja. Ez a világ kisebbik fele. Vannak emberek, és ez a többség, kiknek útjait valamilyen érdek, hajsza, anyagiasság, karrier vagy más érdekeltség szabályozza. Minden bizonyal azok, akik az előbbi körhöz tartoznak, és egy bizonyos közösség élén állnak, család, munkahely, nemzeti közösség vagy ország élén, békés és nyugodt életet élhet az a nép, aki tudja, hogy vezetőiket az Úr irányítja attól tartok, hogy a mai világ irányultságában azonban nagyon távolodik az Úr irányításától. És a Krisztusi ember, vagyis a homo Christianus, egyre ritkább, különösen a vezető a befolyásos körökben. Amikor irányt vesztett lesz az ember, és nem marad meg az Úr követőjeként, akkor következnek a legsúlyosabb katasztrófák. Ennek az igének ebben az Adventben és a pandémia idején azért van különös jelentősége, mert sajnos az emberiség vonatja rossz irányt vett. Már már ellenőrizhetetlen és megállíthatatlan, sokszor úgy érezzük. Éppen ezért jó nekünk ebben az Adventben, ennek az igének a fényében az ember mögötti kormányosra, az igazi irányítónkra rátekinteni, aki irányítja és vezeti a mi lépteinket ezen a földön. Vajon neked és nekem kedvesek-e az útjaink Isten előtt? Mert a zsoltáros arról beszél, hogy akinek az útja, tetszik az Istennek, annak a lépteit irányítja az Úr. Látjuk-e az Isten adta életutat? Járunk-e azon? Igénk első üzenete életünk irányáról, irányításáról szól. Ha el tudod mondani, hogy Isten irányítja lépteidet itt ezen a földön, akkor nincs mitől féljél. Bármi történjék is veled, drága testvérem, ha az Úr irányít téged, nincs okod a félelemre. Sőt, gazdag termése lesz a te fáradozásaidnak, annak az életnek, amit az Úristen irányít, hiszen Ő a te javadat akarja. Igénk második üzenete arról beszél, hogy Isten gyermekeivel is előfordulhat, a megbotlás, a tévedés, az elesés. Igen, a súlyos terhek, a betegségek, az elesések, a nehézségek nem kerülik el a hívő embert sem. Sehol nem ígéri a Bibliában Isten, hogy az övéi számára problémamentes életet biztosít. De azt ígéri, hogy akármilyen is legyen az elesés, testi, anyagi vagy lelki értelemben, nem hagy az Úr minket elesve. Van egy nagy előnye a hívő embernek, nem maradunk elesve, mert azt hallottuk az előbb az ígéből, hogy az Úr kézen fogja, hogyha elesik az ő gyermeke. Tudunk-e ilyen reménységgel tekinteni ebben az adventben? Életünk mélységeire, nehézségeire. Képesek vagyunk-e megragadni Isten felénk kinyújtott kezét? Nézzétek, a hitünkkel, Isten kinyújtott keze után kell, hogy nyújjunk. Engedd, hogy az Úr gyógyítson, az Úr szeressen és fölemeljen. Figyeljétek meg, hogy milyen meghit milyen személyes, milyen családias Isten segítség nyújtása, amikor az Úr kézen fogja és fölsegíti elesett gyermekét. Téged is kézen fog, veled sem akar másképpen tenni, te is nagyon fontos vagy neki. Ahogy kézen fog, megszorítja a kezedet és ezzel azt akarja számodra hangsúlyozni, hogy nem hagy téged elesve, hanem fölsegít minden egyes nehézségedből, hogy reménységgel tekints a holnapot felé, ebben az adventben, a karácsony felé. Amen.